Konkoly Ági és kislánya Zoé a vendégünk, Zoé már visszajáró vendég ide, és Gitti Disznél Gyetván Krisztina védőnő, és hát a témánk pedig a szobatisztaságra nevelés, ami olyan lehetetlen feladatnak tűnik, amikor megszületik egy gyerek, és telnek a fél évek, évek, és még mindig pelenkázunk, és mindig, és akkor minden anyukába felmerül a félelem, hogy hát meddig lesz ez így. És én a magam részéről nyugodt voltam, mert azt gondoltam, hogy felnőttet még nem láttam az utcán pelenkába szaladgálni, tehát valahogy ez meg fog oldódni. De szülőként mit tehetünk, amit adhatunk ehhez hozzá, ehhez a folyamathoz? Hát nagyon fontos ezt a biztonságot, hogy ez meg fog oldódni, és hogy ez mindig egyéni. Tehát, hogy erre nincs konkrét szabály, hogy egy gyerek mikor érik meg arra, hogy tudja jelezni azt, hogy valamilyen ürítés fog történni. Tehát, hogy ez, amikor régen az történt, hogy elhatároztak egy kort, hogy egy éves kor környékén ezt el kell kezdeni, és mindenféleképpen minél hamarabb legyen egy gyerek szobatiszta, az volt, akinél sikerült, de volt, akinél nem, és most hál' Istennek nagyon-nagyon hosszú ez az időtartam, amikor ezt el kell kezdeni egyáltalán. De nagyon sokat lehet ártani pszichésen, hogyha ezt a dolgot erőltetjük. Nem tudom, hogy Ági nálatok, hogy ti hol tartotok most, mennyi most a Zoé? Most 2 múlt novemberben. Aha. Mi most ott tartunk, hogy van Billie, most az egyik mamától WC szűkítőt is kapott, tehát hogy megvan a lehetőség, választhat. Játszik a Billie-vel elég gyakran, ráülteti a babákat, az összes plüssátot, ő is ráül, de még csak pelenkába és ruhába. Anélkül még nem hajlandó. Én nem erőltetem neki, én is azt gondolom, hogy a saját döntése kell, hogy legyen, ha megérik rá, biztos, hogy rá fog ülni, de egyébként olyan okosan csinálja, mert most, hogyha kell neki, elmegy elvégezni a dolgát, mindig elvonul ugyanarra a helyre, az saját szobájába. Becsukja az ajtót mostanában, majd oda megy a fiókhoz, előveszi a popsi törlőt, pelenkát, és szól, hogy anya, gyere, tehát hogy tudja az egész menetét. Úgyhogy szerintem most már csak egy lépés nekünk a Billie. Nem emlékszem probléma. Már, hogy a 3 éves kortól mennek óviba, hogy van az óvodában, hogy ott mi az elvárás? Hát igen, most 3 évtől kötelező, de valójában nem teljesen kötelező szobatisztán, ideális, hogyha közösségbe kerül, akkor már valamilyen szobatisztaság kialakulóban legyen, mert az is nagyon fontos, hogy ő most ágytiszta, tehát hogy nagyon sok gyereknek például lehet, hogy csak éjszaka kerpelus, nappal meg tudja az ürítést jelezni, és nagyon jó ez az, de attól befogadják az óvodába. Persze, a nappali szobatisztaság már nyugodtan, az egy érettségi fok, hogy tudja jelezni, hogy valamilyen ürítés következik. Uh-huh. És nagyon jó, ami a Zoénál van, hogy a játékban megjelenik. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy a gyerek megélje ezt, hogy ezt az érzet legyen belőle. Uh-huh. Illetve utána, hogy már látja, hogy oda viszi a Billiehez, rájön, tehát kezdi használni ezeket a dolgokat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, és nagyon jó irány a jó mesekönyvek. Mert ezzel kapcsolatban nagyon jó mesekönyvek kaphatók, lehet beszélni, ő kezdi hozni, tehát előkezdi a kis életébe hozni ezeket a dolgokat, hogy elkezdheti a szülő ezzel való kis fejébe. Uh-huh. Egyébként pont most vettünk mi is egy Billie könyvet, és ez olyan a kedvence. Billie könyvet? Van Billie könyved, Zoé? Többféle van. Billie könyved? Szereted a Billie könyvet? Meg. Mi a helyzet azzal, amit nagyon-nagyon sok szülő csinál, akinek a gyereke korban úgy jön ki, hogy jaj, jön a nyár, most akkor már nyáron kin lehet a kertbe sokat, meg mesztelen, nagyon, és akkor leveszük a pelust, és akkor majd leszokik a pelenkáról. Hogy ez van összefüggés? Van, hát látja, ez nagyon fontos, meg ez a Billie-be pisilés, vagy WC-be, és a WC szűkítő, ez minden gyereknél egy különbözően érheti meg. Mert az, hogy ürít, tehát látja azt, hogy pisil, az egy olyan dolog, amit már össze tud valamivel kötni. Tehát, hogy igen, lehet ilyen, és egy nyári időszak tényleg nagyon jó lett. Abból is, mert azért nagyon nehéz azt mondani, hogy most otthon nem kell pelus, ha kimegyünk, kell pelust adni, és a gyerek nem tud különbséget tenni az elején, csak azt tudja, hogy neki szólnia kell. És most már télen, mire levetkőztetjük a gyerekeket, aki még nem teljesen szobatiszta, azért az kellemetlen lett, és azért egy kicsit veszélyes is számomra. Én egy saját tapasztalatot mondjak el, én nagyon sok anyukától hallottam azt így ismerősöktől, hogy jaj, hát már le lehetne venni, de hát én nem cserélgetem éjszaka az ágyneműt, ha mégis bepisil, hogy annyira egyszerű, hát, hogy ne ezen múljon, mert hogy én is vettem ezt a fölül frottír alul nejlon, amit rá lehet akasztani a kis ágyba, és akkor éjszaka csak azt kell levenni és kicserélni egy másikra, mert
hogy ez nagyon rossz, hogyha azért nem engedjük kipróbálni az éjszakai szobatisztaságot, mert hogy akkor az egész ágyat átpisili, hogy ez nagyon könnyen kikerülhető például ez a segítség. Igen, és a gyerekek azt jelzik, hogy ő már csak olyan bugyis pelenkát szeretne fölvenni. Tehát, hogy nagyon jól lehet ebbe közreműködni, és minden az egész gyereknevelés, azt nézzük, hogy a kötődő nevelés miről szól, a figyelemről szól. Tehát figyeljük, hogy ő hogy fejlődik, és az alapján segítünk abban a folyamatban neki, és a szobatisztaság is egy nagyon fontos része ennek a dolognak. Én még egy dologot láttam, szoktam látni, hogy a gyereket odaültetik a bilé. Régen mekkora szokás volt, hogy rájöttek, és akkor a szoba... És addig le nem igen, valami. Ez nem oké. Okay. Tehát azt gondolom, hogy ez nem játék valójában, ennek megvan a helye, arra is a Zoé elvonul a másik szobába. Igen. Tehát például a szobatisztaságot ne kezdjük. A nappali közepén. Igen, ne a játék közben megnézi a tévét, és na örülünk neki. Nem, annak megvan a helye, ideje. Lehet először olyannal kezdeni, hogy amikor föl kell és jelzi, vagy amikor megy fürdeni. Tehát, hogy ilyen aprókat, és nagyon örülni neki, és nagyon-nagyon dicsérni mindenfélével, hogy milyen okos, amikor sikerül. Tehát, hogy egy pozitív élményt váltsunk ki ebből. És ez mennyi idő alatt? Személyes tapasztalatok. Én amikor erről beszélgettek, arra gondoltam, hogy ezt a szobatisztaságot azt azok az apukák találták ki, akik nem szeretnek pelenkát cserélni. Viccesen, de hogy komolyan, mennyi idő alatt tűnik el teljesen? A pelenka az egy éves folyamat, vagy még ennél is hosszabb? Igen, hogy onnantól kezdve, hogy elkezd le. Igen. Igen. Én ezt mondtam az előbb, hogyha megérik a gyerkőc, akkor ez nem egy hosszú folyamat. Tehát nagyon sokszor találkozok szülőkkel, hogy nyár van, nyár eleje, óvodát kell kezdeni, szeptemberben mindenki izgul, nagymamák már régóta izgulnak, már legalább egy éve izgulnak, hogy mikor lesz szobatiszta, és azt mondtam, hogy nyugodjatok meg, amire az óviba fog kerülni, meg fog oldódni ez a dolog. És akkor természetesen egy 2,5-3 éves gyereket másképp segítek, mint egy 2 éves gyereket. Tehát, hogy attól függ, hogy a szülő ezt hogy éri meg. De ez nem hosszú idő, az nem oké. Okay. Akkor az a gyerek nem érett rá, hogyha egy évet, tehát rövidebb időt kell erre elhagyni. Meg hogy mennyire vagyunk együttműködőek, nem? Mert az én tapasztalatom az, hogy akár mennyire valaki minél jobban erőltetté, talán még utasítást is hall benne a gyerek, annál jobban ellenkezik és tiltakozik, hogy nem. Tehát, hogy szerintem az együttműködés, hogy megbeszéljük a dolgokat, hogy ő is érezze. Ez a megéretre, amikor együttműködő, ezt mondjátok megérésnek, hogy együttműködő? Tehát, hogy most ott a Billie játszik vele, csinálhatnám azt, hogy állandóan mondom neki, hogy ülj rá, légy szíves, mikor ülsz rá, egyfajtában erről beszélnék, annál jobban tiltakozik. De hogyha csak hagyom, hogy játszon, és biztos vagyok benne, hogy most már elmúlt 2 éves, meg fog érni rá, ő maga fogja levenni a pelenkát és ráülni. Szerintetek van nembeli különbség, hogy kik hamarabb, kik hagyják el hamarabb a fiúk vagy a kislányok? Vagy ezt nem lehet így megmondani? Ezt így nem. Erre én nem olvastam semmilyen kutatást ezzel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy a fiúk. Hát nyilván, természetesen. Na, hova pakolsz? Tehát, hogy inkább az a fontos, hogy várjuk meg, hogy a gyerek megérik rá. Tehát, hogy ez a legfontosabb. És mondom, nagyon sokáig még előfordul az, hogy óvodába szobatiszta, otthon meg még nem. Meg kell nekik engedni ezt. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük. Neked is, Zoé, hogy rendet raktál. Zoé, jöhetsz bármikor, én nagyon bírlak.